kedves magyar testvérek! Amit látjátok, ebben a ligetben, ebben a formálódó ligetben vannak már felavatott emlékfák is, amelyeket tavaly a magyarok 8. világkongresszusa nyitányaként avattunk el. Ez a liget egyike annak a három ligetnek itt az Ópuszta-Szerenyi Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol a mi kitüntetettjeink emlékfái találhatóak. Az egyik liget itt velünk szemben, kicsit balra, oldalra, az Árpád fejedelem emlékműve felé eső részen van. És a másik nagy liget, amelyet 2008-ban képeztünk, a magyarok 7. világkongresszusa idején, körülbelül 30 kitüntetettnek avattunk fát, az a fősétányon, az Árpád emlékműhöz vezető fősétányon. Ez az épület, amelyet mai egyik kitüntetettünk, Csete György tervezett, ez a világ magyarságának hajléka, és a Magyarok Világszövetségének tulajdonában van. Sajnos az elmúlt években a pénzügyi helyzetünk tette lehetővé, hogy olyan szinten üzemeltessük, ahogy illene, és ahogy szeretünk volna. Utolsó felújítását 2008-ban végeztük el, hogy a világkongresszus előtt. Tehát ez az a hely, ahol a ma felavatásra kerülő emlékfák helyezkednek. Úgy gondolom, hogy azzal a kitüntetéssel, a Magyar Nemzetért érdeméremmel, amelyiknek eleinte csak ezüst fokozata volt, később lett aranyfokozata is, de már a mégis úgy hozta, hogy szükség volt, egyrészt volt olyan történelmi nagyság, mint az idén elhunyt tiszteletbeli elnökünk Rácz Sándor, aki életében kiértékelte azt, hogy különbségtétel jeléül az aranyérmet, és létesítsük. De ő rajta kívül elmondhatom, hogy senki más élő ember meg nem kapta ezt a kitüntetést. Vannak, akik posztumusz megkapták a kitüntetést, például Gidai Erzsébet professzorasszony, a Magyarok Világszövetségének egykori tisztségviselője, aki 2000-ben a világkongresszust rávette, hogy kimondja, igenis, Trianon felül kell vizsgálni, és a Magyarok Világkongresszusa és a Magyarok Világszövetsége ebben az ügyben lankadatlanul ténykedjék. És ennek emlékére őt is posztumusz aranyéremmel tüntettük ki, illetve tavaly ebben a ligetben három óriás magyar, aki szinte teljesen ki van esve a mai magyar köztudatból, különösképpen a magyarországiból, bármit írna a magyar sajtos történetéről, úgy kéne kezdje, hogy úgy, ahogy azt mondta a Magyar Adorján kifejtette, vagy fordítva, hogy cáfolom azt, amit Magyar Adorján mondott, hiszen Magyar Adorján lefette az egész magyarság őstörténeti kérdéskörét, szintén nincs is olyan kérdéskör, amit ne tárgyalt volna, hát egyszerűen megkerülhetett, és mégis teljesítő is másik, láng elme dr. Barát Tibor, akinek pontosan Zombori István háta mögött áll pálya. Azt hiszem, Barát Tibor ő Kanadában kellett elhunjon, emigrációba, pedig olyan láng elme volt, aki a Magyar Népek Őstörténete című három kötetes Montrealban megjelent monumentális művében olyan történelmi alapvetést végzett, és olyan mélyen meglátta a változó korok, évezredek mélységeinek a társadalmi összefüggéseit, a társadalmi folyamatait, hogy olyan nagy személyiségek, mint Rácz Sándor és a ma kitüntetendő Drábik János egymástól függetlenül és egybecsengően, amikor elolvasták dr. Barát Tibornak a kis kivonatát, ami a Magyarság Tudományi Füzetben a 17. számában megjelent,
akkor egymástól függetlenül szinte szó szerint azt mondták, hogy láttad Miklós, 30-40-50 éve foglalkozom behatóan a magyarság ügyével és a világ dolgaival, és nem értettem meg, hogy ez a világ miért működik úgy, ahogy működik. Barát Tibornak ebből a művéből megértettem, hogy a világ miért működik úgy, ahogy működik. Tehát, hadd említsem meg harmadikként Árva Vince atyát, a Pálos rend, a magyar, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a Pálos rend, amelyik nem a damaszkuszi úton megtért Pálról nyerte a nemét, nevét Saulus Pálról, hanem az egyiptomi remete szent Pálról kapta a nevét, és a magyarságnak számunkra teljesen nyilvánvaló egyiptomi ősi kapcsolatainak a megtestesülése. Hiszen Borbola Jánosnak a monumentális műve megjelenése óta arról nem lehet vitatkozni, hogy Egyiptomban ezelőtt 3-4000-5000 évvel vajon a dinasztiák milyen nyelven írták a hieroglifikus szövegeket. Hiszen az a magyar nyelv volt. Kedves kitüntetettek! Szükségesnek tartottam, hogy pár szót az elődökről is szóljak, azokról, akiket itt kitüntettünk. Az aranyéremmel, kitüntetettekkel, az idén bővült egyel a kör, hiszen posztumusz dr. Hegedűs Loránd püspököt is kitüntettük azzal, akinek amúgy ott a középső ligetben már van emlékfája, amelyet akkor avattunk, amikor őt ezüstéremmel tüntettük ki. Tehát neki nem ültetünk új fát, hanem átadtuk a családjá, a hozzátartozóinak az aranyérmet, és az az emlékfa őrzi az ő emlékét is. Az ezüstéremmel kitüntetettek közül hadd szóljak azokról is, akik nem magyarok, hiszen ezt a kitüntetést a magyar nemzetért nem csak magyarok cselekedhetnek, és nem csak magyarok cselekszenek, hanem hála Istennek sokan vannak a világon, akik bár mi nem tudunk róluk, mert ezt az információt is szívesen megvonják tőlünk, de sokan vannak, akik a magyarokat nagyra tartják. Nem csak a keleti népekről beszélek, ahol 1 milliárdnál is több ember van, aki minket testvérnek, rokonnak, legközelebbi barátnak tart. Nem csak ellenségek vagyunk mi, miként itt a Kárpát-medence, meg Nyugat-Európa némely táján, ahogyan minket beállítanak és ahogy hozzánk viszonyulnak. Minket rajongva szeretnek a világ sok pontján, és sok ember felismeri a magyarság igaz értékeit, és odaáll a magyarság ügye mellé. Említem Miguel Mayol Irainal, katalán Európa Parlamenti képviselő, aki nélkül a benesi dekrétumok ügye Brüsszelben, aki nélkül a benesi dekrétumok ügyét Brüsszelben alig ha tudtuk volna felvetni. Ugyancsak a benesi dekrétumok elleni harc kapcsán avattunk emlékfát, tüntettünk ki ezüstéremmel Nelly Mász asszonyt, aki az Európai Parlament államiság nélküli népeit tömörítő frakciójának a vezetője, de ugyancsak ezüstérmet és emlékfát kapott Tytti Isohókana Asunma asszony, aki korábban finn kulturális miniszter volt, és később, amikor strasbourgi Európa tanácsi parlamenti képviselő volt, akkor azt a különleges megbízást kapta, hogy tisztázza már ezt a csángó kérdést, hiszen a románok azt mondják, hogy a csángók elmagyarosodott románok, a magyarok azt mondják, hogy a csángók voltak éppen elrománosodás alatt álló magyarok, hát akkor mi ez? És Isohókana asszony elment Moldvába, és bejárta a csángó falvakat, és megismerte a csángók népi művészetét, népdalaikat, és meggyőződött arról, hogy ez egy magyar, egy ősi magyar népcsoport, megtette a jelentését, amit az isztambuli ülésén az Európai Parlament Politikai Bizottsága határozatra is emelt, és azóta Európában ez a kérdés el van döntve. Csángók, moldvai csángók, róluk van szó, nem a gyímesiekről, és nem a hétfalusiakról, a moldvai csángókról, hogy ők egy archaikus magyar népcsoport. Hát, itt csak szorványosan említettem, de említhetem már csak Kozma atya tiszteletére is, aki itt van közöttünk a mai nap egyik jeles kitüntetettje, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója, elnöke,
egyházi embert is említek, Pierre Gillet atya, aki Brüsszelben a közép-európai emberi jogokért működő alapítvány vezetőjeként, lényegében a munkacsoport a közép-európai emberi jogokért fedőnév alatt lényegében egy nagyon kemény magyar lobby csoport van, és a közép-európai emberi jogok alatt lényegében magyar emberi jogokat értünk, különösképpen felvidéki emberi jogokat. Tehát Pierre Gillet atya, aki ehhez a nevét adta és munkásságát adta, Brüsszelben érő jezsuita, a szerzetes, őt is kitüntettük ebben a kitüntetésen. Természetesen nem törekszem teljességre, egy ízelítőt adtam abból is, hogy ki mindenki kapta meg ezt a kitüntetést, és avattunk neki emlékfát. Itt Ópusztaszeren a Kárpát-medencei Magyar Állam megalapozásának a helyszínét örökítő emlékfának. Engedjék meg, hogy akkor elkezdjük a fák avatását. ABC sorrendben vannak a fák ültetve, és az első kitüntetettünk, kérem szépen, ő neki nincs itt, mert már átadtuk, Ádám Jenőnek már átadtam 90. születésnapján a kitüntetést. A kitüntetést most nem kell átadnunk, hanem csak fel kell avatnunk a fát. Kérem, fáradjon ide! Ádám Jenő bátyánk legény, mert még elvezet 600 kilométert, jól lehet a 90. életévét elrúgta már a tavaly. Ilyet az idén. Az idén március 15-ig. Ádám Jenő bátyánk sebzségi született, ami a ma Horvátországban tartozó és kedves felesége Rózsika. Jenő bátyám Sepsén lehet, hogy nem potott született, de a Baranyai háromszögben született, és Sepsén élte le az életét. Egy különleges életút az övé. Ő mindent bemutatott. Azt is bemutatta, hogy hogyan kell fegyverrel a kezében a II. Világháború idején erdélyi tájakon a hazáért háborúzni. Azt is megmutatta a TSZ-esítés idején, hogy hogyan kell kiválni a TSZ-ekből, abban a Jugoszláviában lehetett, és motorjává válni az önálló gazdálkodásnak, mint a gazdaságot is a saját tanyáján, ahol 60 bika borjút ízdalt, és ki tudja hány száz sertést, és mindezt tette három munkással, vagy másfél munkással, tudom is én. Elegészen odáig, hogy hogyan kell magas szinten politizálni, és legvégül, hadd említsem meg életútjáról azt, hogy feleségével, Rózsikával együtt bejárták az egész világot szinte. Nincs is olyan pont, kezdve a kínai faltól, elegészen az Andokig és Mexikóig, és mindenütt, ahol a világ csodái, amelyek véletlenül így vagy úgy kötődnek a magyarsághoz, a magyarság ismeretlen évezredeihez, tehát ők ott megfordultak, de hát ez magánvállalkozás volt. Minden esetre arra jó volt, hogy Ádám Jenőik is egy igen széles látókört nyeljenek a világ dolgaira, úgyhogy egy nagy bölcsességű magyar közéleti embert ismertünk meg benne. A Magyarok Világszövetségének elnökségi tagja volt, a Magyarok Világszövetségének jelenleg védnöki testületi tagja, és elmondhatom, hogy ő a horvátországi magyar közösség, az a 20-30 ezer főnyi horvátországi magyar közösség legjelentősebb alakja, amelyet ott is van pártosodás, minden párt elismer, és az ő születésnapjára minden amúgy egymással szóban nem álló pártvezér is megjelent az ő tiszteletére. Hát úgy érezzük mi is, hogy számunkra is megtiszteltetés, hogy egy ilyen elszakított magyar közösségnek milyen jeles alakját életében kitüntethetjük. De gondolom, hogy ő is örvend annak, hogy ezen a napon itt lehet velünk. Meg is adom neki a szót. Hát nagyon örülök, hogy megértem ezt a napot, hogy itt lehetek. Voltam kétszer már itt, de arra nem gondoltam, hogy harmadszor, ha itt leszek, akkor ugye még fát fogra kültetni. Igyekeztem az életemet így tölteni. A
ahogy a magyarság az így. Elnézést kérek. Boromlán fogod, látszik, hogy elég érzékelem. És nem szeretném kusítani. De úgy érzem, hogy azok, akik ezt nekem odaítélték, azok ismerik a történetemet. És ismernek, hogy a nemzetér és a hazáért szolgálat, és életünk. És nagyon köszönöm. Elnézést, hogy elérzést. Isten éltesen sokan jövőre. Gyere, húzzuk meg a kamarát. Ezt rökítsélyek meg, jó? Ez a tiéd, Jenő bácsi. Ne fel, ne fel. Nézd meg, hogy a te nevedet írták. Na, őrizze ez a fa, a te munkálkodásod emlékítjen. Hát itt igen, de nagyon sokszor mindenhogy írták, csak úgy, hogy Ádám Jenő. Úgy nem tudták leírni, mert a szlávok nem tudják leírni ezt, tehát úgy, hogy Ádám Jenő. Azt a Jene. Hanem Jene, meg Jani, meg össze-vissza mindent. Én kijavítottam legalább háromszor, és nagy problémám is volt abból, hogy kijavítottam, mert aztán újra úgy csinálták, és akkor mindig valami keveredés volt, de megmaradtam annak. És mindig harcoltam azért, hogy a nemzetünk, az alsóban lévő nemzet megmaradjon, és ezt a világszövetség területén is igyekeztem betölteni ezt a kötelességemet. Már elég késő, 80 éven felül volt, amikor komolyabban belekapcsolódtam a világszövetségbe. Nagyon köszönöm, hogy azok, akik úgy érzik, hogy megérdemeltem, mindenkit nagyon köszönöm. És nagyon jó érzés a számomra, hogy egy ilyen elismerést kaptam. Jelő bátyám, Isten éltetni. Azt hiszem, hogy te az életben mindent megvalósítottál, amit élőemre megvalósíthat. Adjon neked hosszú egészségben, boldogságban megélt éveket. Köszönöm szépen. Akkor lépjünk tovább. És itt most tanakodnék a tisztelt közösséggel, hogy mi legyen azokkal, akik nem tudnak eljönni. Mert nyilván nem is kéne felavassuk, meg fel is kell avassuk. Így nem hagyhatjuk, miután innen távozunk nemzeti színű szalaggal. De csak azt tudom elképzelni, hogy esetleg például Balcó András, akinek a fája mellett állunk, ő felmentvényt kapott tőlem. Hiszen pontosan a mai napon ünnepli 75. születésnapját, és ő akkora alakja a mai magyar nemzetnek, hogy most sorozatban ünneplik. Tegnap az olimpikonok és az olimpiai bizottság tartott nagy szabású megemlékezést. Ma a családja köti le, ha valaki nem tudná az itt levők közül. Bandi későn nősült, 40 éves korában nősült, amikor egy ugyancsak olimpikon társát, azt hiszem Császár Mónika a neve, müncheni bronzérmes tornász, a müncheni olimpián bronzérmet nyert tornász volt. És hát hirtelen lett 12 gyermekük. Úgyhogy 12 gyermekes család, és az ő családjaik ma ünneplik Bandit, ezért felmentvényt adtunk neki. Nem tudom, de azért gondolom, hogy mégiscsak azoknak az emlékfáját, akik nincsenek itt, ha nem is tekintjük teljes mértékben felavatottnak, de ha ezt a nemzeti színű leplet, a nemzeti színű szalaggal átkötött leplet a végén rántsuk le róla, addig maradjanak így megkülönböztetett jelként. Kérem, hogy ezt is fényképezzétek le, így, ilyen állapotában, hogy ezt így dokumentáljuk a mai napon. Menjünk tovább.